Változások a szakképzésben szeptembertől. Iskolákban lehet a gyakorlati képzés. Középkori hangulat a Barbakánnál. 3 napon át 50 ingyenes program. 3 korosztály, 3 nemzetközi torna. Sűrű hétvégén vannak túl a Rádh Géber Akadémia kosarasai. Köszöntöm nézőnket, önök a Pécs TV híradóját látják augusztus 29-én hétfőn. Tartsanak velünk! Szerbiában jelenleg mintegy 4000 migráns tartózkodik, számuk azonban várhatóan télen sem fogja meghaladni a 6000-et, jelentette ki Daniela Popovics Roko menekültügyi szakértő hétfőn a szerbiai közszolgálati televízió reggeli híradójában. Nyepojsa Stefanović szerb és Pintér Sándor magyar belügyminiszter Szerbiában egyeztetett a migránsválság kezelésének lehetőségeiről. Pintér Sándor kijelentette, hogy Magyarország továbbra is támogatja Szerbiát az illegális bevándorlás megfékezését célzó határvédelemben, és kész arra, hogy nem csak a Magyarországgal, hanem a Bulgáriával és a Makedóniával közös határszakaszon is információkkal, emberállománnyal és jogi tanácsokkal segítse a balkáni országot. A találkozón fontos kérdés volt az, hogyan lehetne rábeszélni a szerb-magyar határon várakozó migránsokat arra, hogy ne a határsávban, hanem a befogadó központokban várakozzanak, és ott várják meg kérelmeik elbírálását. Változások lépnek életbe a szakképzésben szeptembertől. A gyakorlati oktatóhelyeket érinti az egyik legfontosabb módosítás, ugyanis maximálják a tanuló létszámot az egyes képzőhelyeken. Egyedi felmentést kérhetnek a cégek, de ha nem kapnak, akkor csak 12 tanuló gyakorlati oktatását végezhetik majd szeptembertől. Életbe lép egy másik fontos szabályozás is, az iskolákban tölthetik a gyakorlati képzés egy részét a fiatalok, ha indokolt. Az összes gyakorlati óraszámnak mintegy 5%-áig lehetőség van arra, amennyiben a tanuló vagy szülője, vagy a gyakorlati képzőhely ezt kezdeményezi, hogy szerződést kössenek az iskolával, és az iskolába visszamenjen a gyerek erre a szakmai záróvizsga előtti felkészítésre. Ez maximum 5%-a lehet az összes gyakorlati óraszámnak, ezért 5%-os szabálynak nevezzük. Ez nem több, mint 80 óra. De ezt egybefüggően töltendő le, tehát amennyiben a szülők és a gyakorlati képzőhelyek, a cégek úgy érzékelik, vagy úgy értékelik, hogy erre szüksége van a tanulónak annak érdekében, hogy sikeres és eredményes vizsgát tegyen, akkor erre az 5%-os időtartamra szerződést köt az iskolával. Unokázós csalók üzelmeit leplezték le a pécsi Zsaruk. Kiskunfélegyházán fogták el a párost a rendőrök. A csalók menekülni próbáltak, de neki mentek egy rendőrautónak. A rendelkezésre álló adatok szerint 2015. január és szeptember között két férfi és egy nő az egész országban csalt ki pénzt idősektől, összesen közel 15 millió forintot. A nyomozók egy 28 éves Váci nőt, egy 24 éves Pilis Csabai és egy 42 éves Sajó Szentpéteri férfit vettek bűnügyi őrizetbe, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. A pécsi rendőrkapitányság nyomozói a gyanúsítottakkal szemben 35 rendbeli csalás miatt nyomoztak, amelyet a napokban vádemelési javaslattal lezártak, és a keletkezett több mint 11 ezer oldalnyi iratot megküldték az ügyészségnek. Középkori kavalkát fogadta a Barbakán környékén a pécsieket, turistákat 50 önálló ingyenes programmal a hétvégén. A tavalyi sikeren felbuzdulva idén 3 napon át tartott a Janus Pannonius középkori hagyományőrző fesztivál. Ilyen és ehhez hasonló harci jelenettel is dopingolták a közönséget a Janus Pannonius középkori hagyományőrző fesztiválon. Ez a produkció a Barbakán várárokban ejtette ámulatba közönségét. Haramza Márk egyetemi tanulmányai során tudományosan foglalkozik a korszakkal, miközben a gyakorlatot is kipróbálja mások örömére. Amit itt láttak, az a 9. századi magyarság harci kultúrájának egyes elemeinek a felidézése. Leginkább itt a közelharci kultúráról van szó, ami nyilván háttérbe szorul az emblematikus lovasi ijász kép mellett, amit ismerünk ugye a honfoglaló magyarságról. Mégis fontosnak tartjuk ezeket ápolni, és egy nagyon szép sportnak, kultúrának tartjuk. A tavaly először indult fesztivál olyannyira sikeres volt, hogy idén már 3 naposra rendezték meg a szervezők. 50 önálló ingyen program várta a középkori hagyományok iránt érdeklődőket. Egy látványos jelmezes felvonulást is tartottak Pécs belvárosában. A fesztivál célja az, hogy a középkori magyar hagyományokat
hagyományokat, kultúrát minél szélesebb körben megismertesse az emberekkel, és élő módon tudjuk kicsit átadni ennek a szellemiségét, és bevonni az embereket, hogy megőrizzük azokat az értékeket, amiket mi szervezők is nagyon fontosnak tartunk. A rendezvény ötletgazdája és fővédnöke Őri László kultúráért felelős alpolgármester elmondta, a több ezres látogatottság, a gyerekes családok részvétele a fesztiválon mind azt bizonyítja, hogy történelmünket már a legifjabbak körében is érdemes megismertetni. Kell egy olyan tematikus program a városba, amely Pécs középkori múltját, mindennapjait eleveníti meg, és egyáltalán azokat a hagyományokat helyezi a középpontba, amelyek kifejezetten magyarsághoz kötődnek. A fesztivál hazánk középkori történetének bemutatását, Pécs város múltjának, hagyományainak minél szélesebb körű megismertetését célozza, illetve a nemzeti összetartozás érzését kívánja erősíteni. Életmód, teremfoci torna, streetball kupa, egészségfutás, nemzetiségi piknik, alkotói helyi piac, egészségügyi szűrővizsgálatok és állapotfelmérések, gyermekprogramok, nemzetiségi kultúrműsor, színpadi programok, utcabál és tűzijáték. Csak néhány program azok közül, amelyek az 5. Uránvárosi Sport és Egészségnap és első nemzetiségi pikniken várja a pécsieket szeptember 17-én a Mecsekáruház és a 17 emeletes előtti téren, valamint a Szilárd Leó Parkban. A demonstráció, vagyis az egészségfutás és a rendezvény célja a prevencióra és az egészséges életmódra való figyelemfelhívás. A témához kapcsolódik mai vendégünk, Varga Zsanett, a Pécsi Életmód Egyesület munkatársa. Kiszeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszöntök. Ugye tudjuk már, hogy 5. Uránvárosi Sport és Egészségnapról van szó, rengeteg izgalmas programmal zajlik majd ez az esemény, viszont tavaly kapcsolódott be az Egyesület egyfajta jótékonysági érzéssel, gondolattal és cselekedettel. Mit kell erről tudni igazából? Miért került erre sor? Miért fontos és mit tudnak adni? Igen, tehát nagyon fontos az Egyesület életében az adományozás, illetve az, hogy a rendezvényeink mögött legyen mindig egy jótékony cél, vagy egy csoport, akit tudunk segíteni, illetve az, hogy egy pici pluszt adjunk az embereknek, egy kicsit kiszakítsuk őket ebből a hétköznapi életből, és egy kis szint vigyünk ugye az életükbe, hisz mindenkinek jó leső érzés az, hogyha valakin tud segíteni. És ezen felbuzdulva tavaly az egészségfutásra gyűjtöttünk adományokat, amik nem folyt be akkora összeg, amekkorára mi gondoltunk, de mindenképpen nagyon örvendetes volt, hogy elkezdődött egy folyamat, mert ugye tudjuk, hogy azért elég nehéz elkezdeni egy folyamatot, és idén is az Euraquilo alapítvány fogja megkapni a befolyt összegeket. Online lehet nevezni a sportprogramokra, itt lesz jótékonysági focitorna, illetve streetball, és ugye az egészségfutás, ami 5. alkalommal kerül megrendezésre. Ez egy 3 kilométeres futás, tehát a család minden tagja tud futni. Az Euraquilo alapítványnak mi a profilja, hogy ők kapják meg a bevételt? Nagyon nemes célért küzdenek. Ők a gyerekklinikán az onkohematológiai osztálynak a közhasznú alapítványa, és beteg gyerekeken, illetve családjaikon ugye segítenek, illetve az osztálynak a feladataiba is bekapcsolódnak. Nagyon gazdag a program kínálat, és nagyon-nagyon sokáig, egészen késő estében, már éjszakában is nyúlik mindez. Mitől lett ez ennyire gazdagon illusztrált? Igen. Mi minden lesz? Köszönöm a kérdést. Büszkék vagyunk arra, hogy idén kapcsolódik az első nemzetiségi piknik program is, ugye a 5. Uránvárosi Sport és Egészségnaphoz, és itt megemlíteném Fári Józsefet, a Nemzetiségi Tanácsnak az elnökét és önkormányzati képviselőjét, aki segítőkész volt és mellénk állt, és lettek még társai is. Ugye itt a fővédnökről beszélünk, dr. Hoppál Péterről, aki meg is fogja nyitni a rendezvényt, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen támogatásokat élvezünk, illetve több önkormányzati képviselő is csatlakozott a történethez, és lesz például este egy koncert az Absence zenekarral, illetve tűzijáték is lesz, és elég széles lesz a skála, a helyi piacosok is megjelennek, dizájnerek, ugye az aszpikosok, a egészségügyi szűrés tanácsadásokban a Lions Pécs is bekapcsolódott, és szemszűrés lesz például, vércukormérés az Egyesületünk jó voltából, tehát mindenki megtalálja a számára
érdekes programot. Ezt a hosszú programsorozatot ki állítja össze pontosan az egyesület tagjai, vagy hogyan, mennyivel előbb kell elkezdeni készülődni erre a programra? Az elsőre körülbelül egy ilyen 6 hónappal kezdtük a felkészülést, 6-7. Tehát az egy fél éves folyamat volt, több mint fél év, ami összeállítottuk, hogy körülbelül minek is kellene benne lennie, hogy ugye kisgyermekek is örüljenek, hogy ott legyenek a kézműves programokkal, anyuka-apuka sem érezze magát, rosszul a fiataloknak is legyen. És igazából most egy ilyen 3-4 hónappal előtte már elegendő, mivel ugye ez az 5., és tudjuk, hogy kik jönnek, minden évben körülbelül ugyanazokkal a partnerekkel dolgozunk, tehát ez egy ilyen 3-4 hónapos munkafolyamat. A sportprogramokba való benevezésem meg a részvétel, az ugye hát az alap fizetnek a résztvevők, vagy nem tudom, egy meghatározott összeget, vagy pedig adomány formájában, tehát ki mennyit tud szánni rá, hogy történik. Igen, tehát lesz egy ilyen úgymond ajánlott összeg, vagy hogy mi ennyire gondoltunk, ugye mivel az adománynak az összegét nem lehet meghatározni, és ez adománynevezési díj lesz, tehát adománynak hívjuk, gyakorlatilag ugye nevezési díj, de ezt így lehet meghatározni, hogy igazából a weboldalunkon, az életmódpécs.hu-n, illetve a közösségi oldalon, a profilunkon keresztül eljuthatnak egy ilyen online nevezési űrlaphoz, amit ha kitöltenek, akkor ott rajta lesz minden információ. Az egyéb programokon való részvétel az ingyenes, vagy minimális belépőjegyet kell fizetni? Ingyenes, tehát az ingyenes lesz, de az alapítványnak a munkatársai azok szívesen várják a felajánlásokat, és nagyon örülnek, hogyha kapnak ott is. Hányan szervezik az alapítványnál ezt a programsorozatot? Ugye itt ezt a rendezvényt többen is vannak szervezők. Idén a főszervező az az Egyesületünk, a Pécsi Életmód Egyesület, a társszervező az a Nemzetiségi Tanács, és az Eurakvilló Alapítvány, mint ugye a jótékony célnak az élvezője fogja megkapni az összeget, és nagyon sok partnerrel dolgozunk. Tehát, hogy elég nehéz így ezt számokban kifejezni, hogy hány ember is dolgozik ezen. Körülbelül én arra satszolnám, hogy egy 20-30 fő, aki részt vesz ebben az aktív munkában, de nagyon sokan vannak még, akik segítenek. Itt például azt szeretném megemlíteni, hogy a futásnál 50 önkéntes fog jönni a középiskolából, a Babicsból, aki az útvonalat biztosítja. Tehát, hogy ők is szervezők, hisz segítenek, önkéntesek. Tehát ezen a rendezvényen olyan 100 önkéntessel dolgozunk, plusz akik ott lesznek, szakemberek, illetve szervezők, ugye a streetballnál a lebonyolítók, illetve a foci tornánál is ugye kellenek a bírók és a segítő személyzet. Tehát nagyon sokan vannak, akik itt küzdenek azért, hogy jól érezzék magukat az emberek. Tehát mindez szeptember 17-én lesz, délelőtt 9 órától, egészen este 22 óráig, vagy még tovább tart? Meddig tart ez? 22 órakor fog kezdődni a tervek szerint a tűzi játék, ami igazán kuriózum Uránvárosban, hogy lesz. Úgyhogy várjuk szeretettel az embereket reggeltől. Köszönöm, Varga Zsanett. Köszönöm. Pécset rajtolt az U14-es korosztály legrangosabb nemzetközi megmérettetése, az EBL. Egy cseh, egy bosnyák, egy szerb, egy makedón, 2 román és 3 magyar csapat mérkőzött meg egymással a Lauber Dezső sportcsarnokban. A Rádgéber Akadémia akárcsak tavaly, idén is több korosztályával indul Európa legrangosabb utánpótlás versenysorozatában. A nemzetközi megmérettetést az U14-es csapat kezdte, a Rádgéber Akadémia házigazdaként pedig 6 nemzet 9 csapatát látta vendégül a Lauber Dezső sportcsarnokban egy 3 napos torna keretén belül. Ez a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségnek egy fiataloknak lévő bajnoksága, ez egy közép-európai csoport. Itt játszunk 4 mérkőzést, és januárban játszani fogunk Debrecenben, lesz a másik fordulót is 4 mérkőzést. Az első 4 tovább jut, az első 2, és akkor ez így, akkor a többi zóna, tehát van északi zóna, van déli zóna, és akkor van egy nagy Final Four. Az U14-esek bajnokságán kívül elindult a regionális Tuzla, Eszék, Szabadka, Újvidék és Pécsliga a 18 éves fiúk részére, míg a kadett, azaz 17 éves lányoknál még egy csapat, a Szekszárd is csatlakozott a regionális ligához.
Városunkat Konkos Zsófia és Sors Tamás úszó képviseli szeptember 7-e és 18-a között a riói paralimpián. A magyar sportolók már letették az esküt. Az első csoport csütörtökön indul Rióba, majd szombaton és szeptember 6-án követik őket a többiek. A fogyatékkal élő sportolók seregszemléjén 43 fős magyar sportolói delegáció vesz részt. Ekkora létszámú egyéni versenyzői csapat soha nem indult még Magyarországról. Híradónk végén főbb híreink röviden. Változások a szakképzésben szeptembertől. Iskolákban lehet a gyakorlati képzés. Középkori hangulat a Barbakánnál. 3 napon át 50 ingyenes program. 3 korosztály, 3 nemzetközi torna. Sűrű hétvégén vannak túl a Rádh Géber Akadémia kosarasai. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!